Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm Csintalan Sándor barátomat, Szevas Sanyikám itt a Mélyvízben. Üdvözlöm. És hát megint visszaélek, annyira csúnya dolog ez, hogy visszaélek olyan dologgal, amit még a kamerákon kívül mondtál nekem, de most elmondom a nézőknek, hogy egy skizofrén ember úr is előtt. Képes volt tegnap, mert a felvételünk csütörtökön van, egy nappal március 15-e után, kétszer is végignézni a beszédeket március 15-ét, mégis mi késztetett Sanyikám arra, hogy szevasz egyébként, hogy ezt a öngyilkos tempót fölvedd? Az a helyzet, hogy két okom volt rá. Az egyik, mint már öreg vagyok, elég sok tapasztalatom van saját magammal kapcsolatban is. Amikor először végignéztem, akkor olyan letargiába estem. Kerestem egyébként a szavakat. Ugye Orbán is kereste a szót, beszédben az Illés is szóba került már az Illészenekar. Kerestem a szavakat, meg mondom, jól láttad, Sanyi? Keresem a szót, keresem a hangot. Mondom, jól láttad, Sanyi? Nézzük már meg, ne legyenek itt most az előítéletek meg egyáltalán. És nem is akarok róla sokat beszélni, sőt, mi több, még tegnap este arra gondoltam, hogy egy rohadt szót nem szólok erről, hogyha valaki megkérdezi, mert nagyon jól mutatta, szimptomatikusan bemutatta, hogy ez a nemzet, mint egység, vagy nem tudom micsoda, vagy közösség, vagy társadalom nem létezik, nincs. Nyomokban van. Ezzel megint kihozod a gyufát. Kicsoda? Hát te! Hát, te, hogy és? Az egész kormányzati retorika arról szólt, sőt Orbán Viktor is, hogy mi egy nemzet vagyunk, ugye mindannyiunkban van egy kis Petőfi, meg Petőfiben mindannyian benne vagyunk mi magyarok. Hát leginkább ő benne. Egyébként úgy elárulom, hogyha valakinek van módja megnézni, és olyan mazoista, mint én, azt a kiskörösi ünnepet, nem csak az Orbán beszédet, hanem azt a produkciót, amit a beszéd előtt a Nemzeti Színház művészei, gondolom én Vidnyánszky iniciatívája alapján összehoztak, hát megváltó született. És ez nem más, mint Orbán Viktor. Állj meg egy pillanatot, csak azért, hogy szerinted ezt önként és dalolva varázsolják a színpadra, és mondják, és istenítik az Orbánt, hogy az Orbán ezt elvárja? Figyelj ide, kialakult egy légkör, ahol van egy része a társadalomnak tágabb értelemben, és az őt körülvevő politikai elitnek, kulturális elitnek, művészeti elitnek, akik szerintem abszolút elhiszik ezt már, ez az ideológia meg van építve, végül is ebben a enyhén fundamentalizmusba hajló nacionalizmusban lehet hinni. Ugye ez, és ráadásul ezek nagyon régi történet. Ugye. Hát nem tudom most Adit ide idézni szó szerint, ugye ő maga is azt mondta, azt írta valamelyik publicisztikájában, hogy tényleg a nacionalizmus kiválóan használható arra, hogy ne arról szóljon a történet, ami mondjuk a népnek fontos. Ezzel a tébolyjal el lehet mindenről terelni a figyelmet, és egyébként leginkább ebből úgy lehet kigyógyulni, vagy úgy gyógyultak ki egy időre a nemzetek, és csak egy időre, mert látható, hogy mi zajlik szomszédunkban, egy időre, hogyha neki nagy a falnak, az a közösség. Sajnos katarzis kell ahhoz, hogy emberek nagyobb számban fölfogják, hogy mire használható a nacionalizmus, illetőleg utólag rájönnek arra, hogy mit csináltak azok, akik csinálták a nacionalizmussal kapcsolatos érzéseikkel. Európában ez úgy néz ki, hogy gyógyíthatatlan egyelőre, hiszen az elmúlt 100 év is a nacionalista téboly zömében a nacionalista téboly uralta, voltak még más tébolyok is, de ezt most azért emelem ki, mert ez a veszély most a legnagyobb, és úgy néz ki, hogy megint a nacionalizmus fogja jellemzően a terjeszkedő, fundamentalista, imperialista, agresszív nacionalizmus, az orosz agresszióról beszélek, amit ugye
amiről keves szó esik ebben az országban. Talán egy kezelre meg tudom számolni, hogy akár dolgozatban, jellemzően mondjuk a kitűnő Szera Tamás dolgozataiban lelhető föl az azon való gondolkodás, hogy a Putyinon kívül, egy személyen kívül, mi az a gondolati, érzelmi, spirituális mag, ami az orosz agressziót táplálja. És ez azért lenne fontos, mert ebből levezethető a 14 óta különösképpen, vagy 2008 óta zajló eseményekből, hogy végül is mire számíthatunk. És mire számíthatunk? És úgy néz ki, hogy nagy a baj. De ez már a világháborús logika. Hát az a helyzet, én 2022. február 24-én este éppen műsor volt, és ugye még a Putyin és ez volt az orosz birodalmat értettem akkor is, nem lesz orba vágva, egy szolid eufemizmussal jeleztem a problémát, addig nem fognak leállni, már pedig nem fognak leállni. Na most ez a dolognak az egyik része, de ami ennél még fontosabb, vagy legalább ilyen fontos, a mi szempontunkból, a magyarok szempontjából, az az, hogy vajon a magyar politika hogy reagál erre. Mert azt a kérdés számtalanszor fölvetődik. Ez jelen idő kérdés? Jelen időben hogy reagált, hogy reagál erre, és mire számíthatunk. És ugye sokszor szoktak élcelődni azon, de inkább ilyen humoros kontextusban, hogy ugye, hát az Orbán is megmondta, hogy a pávatánc, és ne azt figyeljék, hogy mit mondok, hanem azt figyeljenek, hogy mit csinál. És eltelt egy év. Látható, érzékelhető, tényszerű, hogy mit csinál. És az is, hogy mit mond. Nem ez az egyetlen tárgykör, de a mondás ebben az ügyben, a mondásra ebben az ügyben a totális összevisszaság, nem anarchisztikus összevisszaság, nagyon tudatos összevisszaság a jellemző. Mert egyrészt hirdeti a békét, másrészt megszavazza a szankciókat, de ott tesz keresztbe a háborús ellenállásnak, ahol tud. Ott akadályozza Európa ellenállását és a NATO ellenállását, ahol tudja. Ott konspirál, ahol tud, ott obstruál, ahol tud. Hát nyilván azokkal a kompetenciákkal, amelyek az ország méretéből adódnak, illetve azzal a kompetenciával, hogy vétójoga van két nagy szervezetben, ha úgy tetszik, ugye az Unióban és a NATO-ban. És a NATO-ban is érvényesült az, ugye, mert a kiberhadviselés elleni NATO projekthez nem engedte csatlakozni Magyarország az ukránokat. És én azt gondolom, hogy abszolút meg vagyok arról győződve, mert ez nem egy hülye gyerek, hogy ő a zavarosban hajt halászni, a káoszra játszik, miután állandóan a politikai mozgásterének a bővítésével van elfoglalva. Ő nagy világpolitikai szereplőnek tételezi már magát, a magyar belpolitikával, ha úgy tetszik, szinte alig foglalkozik egyébként. Nem tudom, hogy kinek, hogy mennyire tűnt föl. Na most ebben az a lényeg, hogy ehhez nyilván vannak bizonyos axiomatikus megfontolásai. Az egyik ilyen axiomatikus megfontolás, hogy a nyugat el fog gyengülni, és nem fog ellenállni, és feladja Ukrajnát, vagy nem fogja eléggé támogatni. Nem beszél arról senki, miközben ez az ügy szóba kerül, hogy Európa vagy a NATO feladja Ukrajnát. Nem beszél arról senki, hogy vagy mi történik akkor, hogyha az ukránok támogatása elgyengül, vagy nem elégséges. Ha valaki azt gondolja, hogy Ukrajna, akkor be fogja feledni az ellenállást, az őrült nagyot téved. Az ukránok ellen fognak állni az utolsó csepp vérükig. Hát, nemzet születik egyébként az 50-es években is már. És most lehet ezt akárhogyan is minősíteni. Az 50-es évek közepéig ellenállt Ukrajna a kommunizmusnak. Most tegyük, tehát az a véres övezet, ez a nemzet, amelyik ráadásul most megszületett, ez nem fogja feladni. Na most én azt gondolom, hogy
nagyon komolyan, hogy az Orbán az ebből következő káoszra játszik. Mert hogyha ebből káosz fog következni, polgárháborús káosz akár, vagy az oroszok tovább tudnak jönni, és ebből adódóan partizán háború, stb. Ez benne van most, nagyon benne van ebben a dologban, és szerintem az Orbán fejében ez benne van, és ebből kijöhet az országgyarapító Orbán Viktor. De a káosz az miért segíti őt? Hogy miért? Például azért segíti őt, mert egyrészt lehet a fenyegetettséget följedemelni, azon kívül nem figyelti arra, mint az előbb mondtam. Mondom, az országgyarapító Orbán Viktor kijöhet. Mire gondolod? Mi arra gondolsz, hogy Kárpátalját esetleg, ahogy a Bödös mondta, ott van az asztal, a hosszú asztal alatt Kárpátalja. Úgyhogy akkor, ha úgy tetszik, legitim. Ezt komolyan mondod, hogy az lehet abszolút egy ilyen alku? Hát nem, ez nem alku kérdése. Most figyelj, képzeld el azt a helyzetet, az előbb vázoltam. Ukrajnában polgárháború van. De ezt nem vicces, hogy önként Putyin nem jönne tovább, és kell, nem, azt, hogy a tietek Kárpátalja. Figyelj ide, tekintettel arra, Európai hogy akkor eszkalálod. Figyelj már ide, hát a németek is adották a felvidéket, meg a Románia, a Bélatisten haragját, Észak-Erdélyt. Hát hogyne, hát Putyinnak azért az erőforrásai korlátozottak, neki kollaboránsokra, árulókra szüksége van, akár tehát nemzeti méretekben, erről beszélek, igen, el tudom képzelni. És akkor a NATO mit csinál egy ilyen? Hát ez egy jó kérdés. Hát azon dolgozik, hogy bővítse a politikai mozgás terét, ebben sok bizonytalansági tényező van. Na de mit fog tudni szólni? Hát egyrészt Orbán elmondta, ugye, hogy ugyan az ötödik cikkely az ötödik cikkely, de az, hetedik, egy nem ötödik. A NATO. Az ja, NATO. Na most NATO-ról beszélünk. A NATO. Tehát abban nem korlátozhatja egy NATO tagország szuverenitását a NATO, hogyha adott esetben olyan helyzet alakul ki közvetlenül a határai mentén, ahol egyébként mondjuk úgymond a nemzeti kisebbségeinket sérelem éri, ha még egyáltalán lesznek ott magyarok akkor, hogy ő önálló aktivitás produkálja. Ehhez neki idő kell, fel sem vagyunk rá készülve, de hogy ő országgyarapítóként akar bevonulni a lelke mélyén, és nem csak a lelke mélyén gondol erre, ha úgy tetszik, hanem látható, figyelj, hát most soroltuk végig, és még számtalan dolog, számtalan tényszerű állítás van, ami arról szól egyfelől, hogy mindenütt keresztbe tesz, ahol tud, úgy igyekszik keresztbe tenni, hogy mindenkinek egy kicsit megfeleljen, ugye amikor elmondod azt akár a híveinek is, hogy na de hát akkor mi következik abból, hogy Oroszország az agresszív támadó fél, hát mi megmondtuk, hogy az agresszió az milyen szörnyű, de, és figyelj, én azt gondolom, és érdemes ezzel foglalkozni, másoknak saját figyelmében, hogy magyar nyelven is elég sok minden megjelenik most már abból, ami az olasz jelenállás szerinti, az elmúlt időszakra jellemző orosz birodalmi gondolkodás forrásaihoz eljutatja az ember. Például ugye magyar nyelven elég sok Dugint lehet olvasni, Alekszandr Dugint. És ugye nem tudom, emlékszene rá, hogy jó pár évvel ezelőtt már itt a néhányan a kitűnő Schmidt Máriával az élen, ugye az eurázsiai innen gondolat. Innen is gratulálunk neki. Ezen kitűnt a szél. Az eurázsiai gondolat. Ugye az orosz birodalom most hagyományainak megfelelően egy hódító terület alapú, nem tengeren keresztüli gyarmatosítási háború indított. Mindig is ezt csinálta. Most is ezt csinálja. Ebben az eurázsiai térben, amely egy politikai dimenziót nyert, és politikai motivációi vannak, politikai céljai vannak. Tehát nem egyszerűen Putyinnak elborult a gyógyszere. A birodalom, a rendszer, amelyik őrülten diszfunkcionális, szociális, már hogy az orosz birodalom, szociális értelemben, technológiai értelemben, mindenféle értelemben, a hagyományait és a politikai stabilitását, a hagyományaira épülő, politikai hagyományaira, politikai kultúrájára épülő ideológiával
és agresszivitásra és agresszióval tudja csak fenntartani. Ez az eurázsiai modell, ez az Orbánnak tetszik. Nehogy megkérdezd, hogy honnan veszem, hát nézzük meg, mi történt. Türkisztán, Ilyenisztán, amolyan, noha egyébként ezek a türk isztánok, az isztánok egy jelentős része igyekszik távolodni Oroszországtól, de Magyarország politikai céljait, meghirdetett politikai céljait, attitűdjeit, hatalmi struktúráját, kulturális motivumait, fundamentalizmusát illetően ehhez az eurázsiai küldetéshez akar kapcsolódni, politikai értelemben. És Orbánnak ez kitűnő. Nézd meg egyébként, hogy... Mert így tud világpolitikai szereplővé válni? Hát bőven kiegyezik abban, hogyha dinasztikus álmai és vágyai, és ezt most idézőjelben mondom. A dinasztikus? Örökös, életét végéig tartó politikai hatalmának megőrzésére ellen ez a fajta gondolkodás, ez a fajta politikai gyakorlat, ez adekvát, ez abszolút megfelel neki. Erre lehet építeni, látható, megszervezett egy olyan fundamentalista hívő tábort, ami persze egy öngerjesztő folyamatot hozott magával, mert azért eléggé nyilvánvaló, hogy ezt eszkalálni kell. Tehát azért ne arra, hogy most eljutottunk odáig, hogy az ő hívő táborának és még középre húzó táborának a közönsége is ezeket a elfuserált terroristákat lassan romantikus hősként kezelik, már hogy a budaháziékat például. No szóval én azt gondolom, hogy épül egy speciálisan magyaros politikai fundamentalizmus, aminek az a célja, hogy ez a hatalom, ez mint rendszer is az idők végezeteig tartson, és most már ennek a kulturális elemei is eléggé nyilvánvalóak, a szándékai és a céljai is nyilvánvalóak, a fenntarthatóságának a modellje szerintem látható, hát azért tessék már észrevenni, hogy mondjuk ami például az iskolákból kaszárnyat akarnak csinálni. A magyar jövőt a múltban képzelik el. Tehát itt nem szakpolitikai viták vannak, meg nem egyszerűen csak pedagógus bérezés, itt egy fundamentalista ideológiához igazodó kaszárnya közoktatást akarnak, ami persze ezt az országot, és be fog rajta teljesedni, adott esetben a herderi jóslat, a nyelvében fogja csak megőrizni. És a másik, ami az egészségügyben zajlik, az se szakpolitikai kérdés. Nem szakpolitikai kérdés az, hogy úgy akarják folyamatosan alakítani az egészségügyet, hogy minél több pénzt vegyenek ki belőle. Ez pedig nem szakpolitika, hanem maga a politika. Maga a politika. 300 érintkezési pontja volt a rendszernek, a sürgősségi ellátásban, meg az ügyeleti rendszerben. Most 101 néhány lesz. Ez nyilván azért lesz, 101 néhány, mert kevés az orvos, miért kevés az orvos, és most nem ragadom végig. Nagyon egyszerű, mert nincs lóvé. Pontosabban erre nincs. Szánnak lóvé. Erre nincs lóvé. Úgyhogy elég rémisztő a helyzet, leszámítva azt, hogy úgy tűnik azért, hogy vannak olyan emberek, akik értik ezt az ellentmondást, és megtesznek mindent, ami lehetséges ennek ellenállni, csak a felismerések még hiányoznak. Tehát például az, hogy mi következik abból, hogy néha jókat röhögünk, meg mosolyunk a bajszunk alatt, hogy abból a mondatból az analízis értelmében is, hogy Orbán azt mondja, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, hanem azt, amit csinálok. Szerintem úgy nagyjából vázlatosan erről szól, egy kicsit eklektikusan is. Egy dolog, mert te említetted, te hoztad szóba, muszáj megkérdeznem, hogy megrémített, megijesztett, egyáltalán hova a helyzet, hogy a budaházinak ilyen radikálisan csökkentették a... És ugye azoknak a nézőknek mondom, hogy ez a csoport az, aki még megveretett téged. Figyelj, és 17 évről 6 évre levitték. Igen, igen.
Jó, de akkor mikor? Egyrészt mondtam már, hogy, botrányosnak tartom, hogy az igazságszolgáltatás így valahogy ilyen lassan őrültek, és hogy nekik is joguk van a tisztes eljáráshoz. Ami azt jelenti, hogy egy optimális, egy olyan időben szülessen egy jogerős bírói ítélet, amikor még egyrészt a bűn elnyeri a büntetését, és a társadalom is tudja, hogy miről van szó, és hogy mi az a magatartás, amit bűnösnek ítél. Katasztrófa, hogy ebben az ügyben olyan úgy elnyúlt az idő, hogy az, hogy ők terroristának minősítettek, ezt most nem érti már régen senki. Igen. Nem rémisztett meg, mitől rémisztett volna meg. Más oldalról persze abban az értelemben megrémisztett, amennyiben látom, hogy lassan Robin Hood lesz. Megrémisztett abban az értelemben, ugye az embert melbevágja, amikor az elmúlt egy-másfél évben a hídgyülekezet szélsőjobb média portfóliójától a mainstream kormányzati sajtóig elkezdődött ennek a terrorista csoportnak a szerecsen mosdatása. Az ártatlan tekintő Budaházi Gyuri, a családapa, a nem tudom micsoda, a meghurcolt. Majd előállt az a helyzet, hogy a tárgyalás előtt gondolom már, azért valamelyest a enyhítés tudatában, illetőleg valószínűleg ott van a Budaházi agyában, hogy kegyelmet foglak kapni, mert őket most nagyon szeretik, ők a Robin Hoodok, a nemzet hősei. Hát egy amúgy szerencsétlen hölgy éppen azt nyilatkozta, hogy az ő 48-os tábornok felmenőjével hasonlít a budaházi sorsa. Elképesztő. Majd oda dugja a mikrofont az egyik újságíró kollega a budaházi óra alá a tárgyalásnál. Előtt, ott a folyosón, a lépcsőn, vagy valahol, ez a tárgyalás napján történik. És akkor azt mondja, te zsidó vagy? Mondja budaházi, fog a fejét kimutatva, már éleződ, már a karmok itt van. Jön. Jöhetünk, fel vagyunk mentve, szeretnek minket. Megmond, dumám, te húzzál innen bele, nem akarok beszélni. De ez a te zsidó vagy? És én nekem nem nagyon láttam a megrendülést. Valaki megosztotta az interneten, és én azt gondoltam, hogy azért, na erre fölkapják az emberek a fejüket, nem kapják föl. Csak úgy kérdezem ezúton is, hogy mi van a zéró toleranciával az antiszemitizmust illetően, és ne mondja nekem senki, nem akarok föltartani, ne mondja nekem senki, hogy de hiszen Netanyahuval és Izraellel milyen jóban van Orbán Viktor. Én nagyon remélem, hogy az izraeli vezetés, amiről persze megvan a véleményem, azért átlátja ezt a pávatáncot, ami a hivatalos állami kapcsolatok szintjén Izrael barát. Minden más tekintetben, itt a belpolitikában változatlanul az antiszemita indulatokra játszik, az ő közönsége pedig úgy van ezzel, hogy jó, a főnöknek most ezt kell mondania. Csintalan Sándor, Sanyikám, köszönöm, hogy itt voltál. Nincs mit, 2 forint. Ez a dal. Ha már egyszer elkezdtük énekelni. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.